Az anyaországi és a határon túli magyarok karácsonyára az Ópusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékparkban került sor. Semjén Zsolt miniszterelnök helyettes nem vett részt az ünnepségen, de üzenetében elmondta, ez az első valóban nemzeti karácsony, ugyanis közel 100 olyan határon túli magyar is megjelent, akik idén kapták meg a magyar állampolgárságot. Bács Ferenc Erdélyben született színművész vall a nemzeti öntudat fontosságáról. Békesség, testvériség, barátság, szeretet. Ez legyen meg mindig közöttünk, mert akkor megél a nemzet, és ezt vallom én is. A nemzet ér mindent. Dr. Schmidt Pálné Makrai Katalint, a köztársasági elnök feleségét kérte fel az Ópusztaszeri Emlékpark kiemelt fővédnöki szerepének betöltésére, Magyar Anna, a Csongrád megyei közgyűlés elnöke. Ez egy nagyon erős nemzet, de csak akkor, hogyha minden tagja, vagy legalábbis nagyon sokan úgy érzik, hogy mi magunkon tudunk segíteni azzal, ha dolgozunk, és hogyha az értékeket őrizzük. A magyarok karácsonyfájára ezúttal nem csak hagyományos díszek kerültek, hanem több száz üzenet és jókívánság is, amelyeket a nemzethez intéztek. Buzánszky Jenő, a legendás aranycsapat játékosa is papírra vetette jókívánságait, amelyben Eszterházy János felvidéki politikustól is idézett. Csak az a nemzet érdemes jobb sorsra és örök életre, amely meg tudja becsülni nagyjait és magyarjait. A magyarok karácsonyát az Ópusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékpark szervezte, a Magyar Örökség és Európa Egyesület közreműködésével és Csongrád megye önkormányzat támogatásával.